Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorba ezúttal önkormányzati képviselőket hívtam vendégül. Ahogy már talán megszokhatták, sokszor el szoktam mondani itt a műsor elején, hogy szeretném, hogyha a vendégeinket egy kicsit jobban megismernék. Őket ugye leginkább a közéletből lehet ismerni, sokszor megfordulnak a híradásainkban, sokszor van, hogy stúdióbeszélgetéseket készíthetünk velük, de én egy kicsit szeretném, hogy az emberi oldalát is megismerjék a hölgynek és a két úrnak, aki itt van ma velünk. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a stúdióba, kezdem akkor a hölgyet. Dák Lajosnét. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Itt van velünk Viza Attila. Jó estét kívánok. Köszönöm, hogy eljöttél. Egyébként ebben a műsorban nyugodtan tegeződhetünk, ezt lehet, hogy elfelejtettem előtte mondani, de ez egy ilyen műsor. És Juhász László is itt van velünk, szeretettel köszöntelek. Szia, és sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. No, hát nagyon örülök, hogy végre ezt a műsort sikerült így összehozni. Azt talán elárulhatom a nézőknek, hogy ez egy közös beszélgetésünk során fogalmazódott meg egyszer bennünk, amikor mi így hárman beszélgettünk, aztán Lacival is beszéltük, hogy ő is részt venne ebben a műsorban, hogy ha jól gondolom, akkor egy jó lehetőségnek tartott a Zsuzsa, hogy egy kicsit így másként is lehet beszélgetni, nem csak úgy, ahogy megszoktuk. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttem ebbe a műsorba, szerettem is volna, mert szerintem mindenkit azért érdekel az ember, hogy milyen is az ember, hogy amit nap mint nap felveszünk állarcot, hogy ki is van hátam mögött. Én nagyon közvetlen és egy nagyon szerény ember vagyok, és nagyon szeretnek, én úgy gondolom, de a képviselőtársam is talán egymásról bővebben tudjuk jobban látni kívülről magunkat, mint hogy mi látnánk, de szerintem ez nagyon jó, hogy az ember megismeri az embert, hogy ki is ő, mert egy szerepbe belebújik az ember, akkor elkezd annak a szerepnek megfelelni. És hála Istennek, hogy ahogy szoktam én mondani, hogy teszek, aki vagyok. Úgyhogy egy szerep nem tud megváltoztatni, amilyen vagyok. Én nagyon szeretek így anyáskodni, nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, nagyon szeretem őket pátyolgatni, segíteni a problémáikban, megoldani, ilyen széleskörűen felvállalni mindent. Ugye idestóban 11 éve vagyok képviselő, és abban a pillanatban éreztem, hogy ez nem mint csak képviselő, és nem mint a szülővárosomért teszek, hanem mindenkit fel kell vállalni, a fiataltól, az időstől kezdve mindenkit, és úgy próbálom a kis életüket összefogni, mert én azt gondolom, hogy akkor sikeres valaki, hogyha egymáson tudunk segíteni, és emberségesek legyünk egymással, ne közömbösek legyünk, hogyha valaki problémája van. Ezért is iskolákban, óvodákban próbálok olyan programokat szervezni, ami egy kicsit összefogja a szülőket, építi is a szülőket, közösséget alkotunk, és olyan értékeket alkotunk meg közösen, amire mindenki tud vigyázni, és mindenki szeretné. És hát a legjobb, szerintem a legjobban a gyerekek, illetve az időseket, akik még nagyon úgy felkarolom őket, mert őnekik egy életet köszönhetünk. Azt, amiben vagyunk, ahogy élünk, és ezt soha nem szabad elfelejteni. Ugye az elmúlt időszak meg is mutatta, hogy milyen gyorsan tud egy embernek, egy családnak az élete megváltozni, és ne is beszélve a mostani jelenlegi helyzetről. De ti nem akartok beszélni? Erről fogunk is még beszélni. Igen, ezt még ne rohanjunk ennyire előre, mert nyilván azért megvan az, hogy miért ül Laci éppen mellette, tehát majd erről még beszélünk, de a Laci, szerintem mi ugye elmondhatjuk, hogy azért már régóta ismerjük egymást, tulajdonképpen kamaszkorunk óta. Én azért tudom, hogy neked is van egyfajta lazább éned. Igen. Tehát ahol kell, ott meg tudsz felelni, és ez mellett még azért, hogyha kell, akkor a humorérzékedet is elő tudod venni. Hát vitathatatlan, hogy én alapvetően nagyon könnyed és laza személyiséggel rendelkezem szerintem, tehát ez gyermekkorom óta végkísért, tehát nagyon érdekes szitu az, amikor valaki csak a közéleti oldalamról ismer, és akkor találkozik a másik oldalon, és akkor hallja, hogy úristen, hát te ilyen is tudod, én azt hittem, tök kocka vagy. És fordítva is igaz. És fordítva is igaz. Tehát amikor valaki a csak azt a lazább bénemet ismer, mert csak abban a közökben szoktunk találkozni, azt lát valami interjút, vagy riportot, vagy éppen valami cselekedetet, vagy akár most pont az adománygyűjtés kapcsán. Hát ez nagyon kati, ilyen dolgokat is csinálsz. Tehát, tényleg ugye, sokszor így megtévesztő is. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen rendkívül széles skálán mozgok. Tehát
tényleg, hogy az egyik véglettől a másik képes vagyok menni, de mégis megvan egy ilyen középső kiegyensúlyozottsági tartomány, azt gondolom, ahonnét ez elbillenik. Rendkívül széles spektrumban látom a világot is valószínű. Ugye többek között a magyarságot, azért is a közélethez ez jól beilleszthető volt nálam is, illetve a sportban elég jól otthon vagyok, és hát elmaradhatatlan az életem része szerintem a koncertek, és azon belül is meg, amin sokan csodálkoznak, most éppen pont szombaton tudtam erről meg egy kis jó példát felrakni a közösségi portáromra, hogy éppen pokolgép koncerten voltam, tehát ez teljesen beleillik az arculatba szerintem. Ez is nálam elsőre sokaknak ijesztő ez a zenekar mai napig is, hogy pokolgép, hiszen már a 40 éves zenekar, közel 40 éves a zenekar, de tényleg az egyik legaktuálisabb száma mai hétvégéről, akár a háború gyermeke, amit megírtak 40 év, és azt gondolom, hogy a mai nap pont nagyon aktuális, tehát iszonyatos gazdag érzelmi szövegvilággal rendelkező zenekarról beszélünk, úgyhogy hát ez a széles spektrum megvan, és a jó kedvége. Attilánál is megvan egyébként. Azért szoktál hozzánk jönni sokszor különböző témákban, majd beszélgetünk akár talán erről is, hogy akár tűzvédelemmel kapcsolatban is szoktunk beszélgetni, de akár a körzetedről is többször volt már alkalmunk. Sokszor, hogyha Palotavárosban járunk, akkor híradásainkban bemutatjuk, hogy éppen milyen fejlesztések vannak, de azért tudjuk róla, hogy te is egy vicces éned is van. Köszönöm. Mondanám, hogy örülök, hogy így látszik kívülről, bár néha nem annyira vicces belülről. Itt talán képviselőtársaim említették, hogy egyfajta álarcot, vagy nem is álarcnak hívnám, mert az egy olyan pejoratív dolog, de mégis egyfajta... Szerep, nem? Szerep? Egy szerep. Védő plexit hívjuk ennek, tehát egy olyan védelmet rak az ember, miután politikus lesz, és már azért egy évtized után van mindegy önk, Laci ugye a legrégebbi képviselő közöttünk, hogy azért aki főleg a mai időkben közéleti pályára adja a fejét, most a motivációkra ne beszéljünk, mert nyilván mindenkinek más és más, azért találkozik egy olyan sajnos nagyon agresszív és erodáló körülménnyel, ami azért eltaszítaná az embereket a pályától, vagy a közéleti élettől. És úgy általában is a politikusokat beleteszik egy kalapba, hogy nem is tudom, mit mondjak, nem mondok semmit, mert csak rosszat mondom, hogy általában a közélemény. Mi képviselők vagyunk. Nem? De képviselők nem vagyunk, így van, de mégiscsak politikát csinálunk, hát, így csúnya szóval. De én azt gondolom, hogy mindegyünk személyisége pont az, amelyik a rengeteg negatív és egyébként hazug és igaztalan kritika ellenére is kitart, és azokat a legbelül a személyiségének azokat a pontjait, amelyek egyébként erre a pályára, nem azt mondom, hogy taszították, de mégiscsak kényszerítették, mert én jó magam nem akartam képviselő lenni, csak látva azt a tehetetlenséget, ami 2002, aztán 2006 során kikerekedett, az mindenképp arra ösztökélt, hogy tegyek tevőlegesen. És nyilván a személyiségünk mindegyünk olyan, amely néha egyébként viccesebb, néha komolyabb, de mégis elég erős ahhoz, hogy ezeket a terheket egyrészt a vállukra vegyék, és el is tudják vinni. És a közösség érdekében, Székesfehérvár érdekében pedig végre is hajtsák azokat a terveket, azokat a álmokat, amelyek bennünk lakoznak, és belőlünk születik, és ez a kisebb és a nagyobb közösség javára, illetve lelki gyarapodására szolgálhat, és aztán itt folytathatnám, hogy milyen akár az elmúlt hetek, napok esemény soraiként mutatkozik meg. Én köszönöm Lászlónak, illetve Zsuzsának és Lászlónak azt a munkát egyébként, amit itt a háborús helyzet kapcsán a menekült válsággal kapcsolatban kifejtenek. Nyilván ő nekik, nem azt mondom, hogy ez okoz boldogságot, de a kiteljesülésüket ez adja meg. Aztán vannak más képviselőtársaink is, akik pedig máshol találják meg azokat a kötődési pontokat, amelyek a Székesfehérvár közösségét szolgálják. Ez is fontos, hiszen azok az infrastruktúrális fejlesztések és projektek, amik zajlanak a városban, azt is végig kell csinálni valakinek, és azokat is végre kell hajtani, ahhoz is kell nagy lelki erő, ismerve egyébként a mai ipar és építészet és mindenféle szakiránynak a nehézségeit, úgyhogy ehhez is kell jó adag jókedv,
Néha egyébként ez belülről, nyilván belülről jön, csak ez valamikor önfelett, és mondjuk egy ilyen alkalom lesz esetleg a halünnep, április 2-án szeretettel hívok mindenkit, képviselőtársaimat is várom, meg szeretettel egy halászlére a halünnepen. És tehát ez egy másfajta rendezvény, de ez is én azt gondolom, hogy a közösség javát fogja szolgálni. No, hát éppen ezért ültök ti ott a közgyűlésben, hogy ki a maga módján a saját érdeklődési területén, meg hát nyilván a saját körzetében tudjon tenni Székesfehérvárért. Csak hogy egy nagyon picit említsünk, tényleg nem szeretnék a politikába menni, csak egy picit, hogy mit jelent nektek egyébként a politika, és az, hogy ott vagytok a közgyűlésben. Mert azért ez egy nagyon felelősségteljes feladatkör. Az biztos, szerintem mindegyünk, amikor felvállalta ezt a feladatot, akkor tényleg becsületesen és tisztességesen a mai napig el is látjuk ezt a dolgot, és ugye egy esküvünk van, ami kötelez, és nekem Székesfehérvár szülővárosom, de szerintem mindenünknek, és ha valaki belegondol abba, hogy mit jelent egy szülővárosba tevékenykedni, ahol mindenki ismer, az én körzetemben szinte mindenki, ott nőltem fel, mindenkit ismerek, nevemen szólítanak, tudják a családomat, mindenkit, ki, hogyan, miképpen. Ez egy óriási nagy megtiszteltetés, és én úgy gondolom, hogy ez tényleg érdemes ezért élni, hogyha az ember emberekkel foglalkozik, és tesz érte valamit. Ez egy kicsit egészen más dolog, és hát óriási nagy szeretetet is kapunk az emberektől. Hát főleg, ha van eredménye ugye annak, igen, amit tesztek. Igen. Hát megtiszteltetés, ezt a szót használhatnám én is akár, hogyha a gyerekemről beszélnék, akkor azt mondanám, hogy büszkeség. Lehet, hogy a Válasz Egyesület esetében mondhatnám ezt, hogy büszke vagyok, hogy ilyen csapatom van. Mindenképp ez a belülről fakadó lokálpatriotizmus, ami gyerekkorom óta elkísért, ez gyakorlatilag ebbe kicsúcsosodott, ha így is mondhatnánk, hogy a közösségekért tenni, hiszen ha csak a jó kis szocialista rendszer emlékszem, én még ugye ott jártam általános iskolába, a vízivárosi általános iskolába, akkor még Vorosiglóvrát, csak ki tudom mondani a nevét, általános iskolába, és hát ott is én már ilyen bizalmi ember voltam, ősbizalmi, vagy minek hívták, meg rajzvezető, ja, hát meg pénztáros. Tehát, hogy ezek a pozíciók ott is már megvoltak, a kisgyerekként az emberbe ez fakadt. Azt a későbbiekben ez a foci szurkoló világából jött, amikor a videóton szurkolóként megérkeztem, aztán mindig harsány lett a hangom. Ugye RBD-nél is alapítótag voltam 1992-ben, akkor a Választ, azt pont most fogjuk ünnepelni a 20 éves születésnapját, ott is alapító, akár mondhatnám a Székely Bált, de még van egy pár kisebb-nagyobb dolog, úgyhogy ez a nagyobbakat mondtam, a kisebb is van pár, és gyakorlatilag így fakadt az emberből ez, hogy ilyen a mentalitásunk. Tehát ezt tudjuk, hogy mindannyiunkra elmondható szerintem tényleg, hogy ebben van benne egy belső adottságod, egy belső képességed, ami tényleg nem mindenkiből fakad, vagy ha fakad is, akkor nem biztos, hogy a közösség szolgálatába teszi, mert valaki azt mondja, csak a családja, valaki azt mondja, csak a cége, valaki azt mondja, hogy én az X hobbit csinálom, és abba teszem bele ezt a képességemet. Mi egy nagyobb közösség, ilyen értelemben Székesfehérvár szolgálatába is beletesszük, és érdekes ez az én helyzetemben ez a érdekes állás, hogy nem politikai szervezet vagyunk, hanem abszolút tényleg civil szervezetként, de egyértelmű, hogy politikai terepen játszunk, amikor a közgyűlésben vagyunk, de amúgy a Válasz tekintetében abszolút civilként tesszük a dolgunkat, és ami nekem a sokkal nagyobb mozgásterem, akár egy picit a két mellettem ülőhöz képest is, hogy gyakorlatilag ugye én nem pártként teszem ezt, és tehát sokkal nagyobb a mozgás, nem sokkal több mindent megtehetek, nem kell egy nagy egészhez is úgymond egy picit ugye a figyelemmel lenni, hogy na vajon ez belefér, vagy mit szólnak. Bár ugye Zsuzsát meg az Attilát ismerem, ők is inkább ebben a lazább álláspontot képviselik, de tehát maga a közéleti szerepvállalásom tekintetében mindenképp egy érdekes dolog, hogy abszolút civil dolgokat csinálunk, és olyan dolgokat vállalunk föl, amit adott esetben egy politikai párt sokszor nem is vállal föl, vagy nem az ő kompetenciája, azt gondolja. Mi meg azt gondoljuk, hogy ami előről jön, és amit a közösség érez, hogy ezt most csinálnunk kell, akkor azt csináljuk. És ugye közgyűlések után azért szoktunk veled találkozni, és azért elmondod a véleményedet egy-egy döntés kapcsán. Az ugyanolyan politikai rész már onnét kezdve, amikor bemegyek a közgyűlésbe, vagy a városházán bármit teszek,
akkor az ugyanolyan politikai tevékenység, mint a politikai pártként tenném ezt, tehát hogy így nem lehet elkülöníteni. Inkább a mindennapok életében az, hogy nem kell annyira igazodni az embernek egy nagyobb rendszerhez, mert csak helyben vagyunk, csak székesfehérvárosiak vagyunk, és azt mindig szeretem elmondani, főleg az, hogy pénteken biztos, hogy el fogom mondani, mert úgymond a jubileumi válasz 20 évindító gyűlésünket fogjuk úgymond tartani, pont elhét pénteken, és mindig szeretem mondani, hogy azért az egyedülálló, ami Magyarországon civilként, így a közéleti civilként csináltunk, hiszen a megyei-jugó városokat tekintve és a budapesti kerületeket, a 46 legnagyobb magyarországi települést megnézve, az egyetlen, azok mi vagyunk itt Székesfehérváron, aki civilként negyedik ciklusban ott vagyunk a közgyűlésben. Tehát, hogy és tagszámot tekintve ez mit jelent? Mi nem mondunk ilyen tagszámot, mondhatnám azt, hogy 5 meg 10 is, meg mondhatnám azt is, hogy 100 is. Tehát, hogy a tagjaink között, az igazi aktív emberek között, akik a válasznak az arculatát megadják, a csupa olyan emberek vannak, akik más közösségeket is mozgatnak. Tehát nekem is van pluszba is, ugye a videóton baráti kör, mondhatnám, de ugye vannak, akik szociális területen mozognak, vagy gyermekvédelem területén, és zenekari, rockzenei területen mozognak, tehát közösséget mozgatnak, és adott abban a közösség, vagy neki, az a legfontosabb, de pont ez a közösségi élet, ez a közösségi szemlélet köt össze minket, hogy hasonlóan gondolkodunk a világról, és ilyen pozitív beállítottságú emberek vagyunk. Ja, hát ez pont az a példa, hogy csütörtökön kirobbant a háború, pénteken már ott voltunk. A Laci felhívott, megyünk, jössz, hogy nem ennék? Hát szükség van rám, nem? Elindultunk, szinte az elsőként voltunk ott a határon, segítettük az embereket. Szerintem ezt, amit mondott a Laci, hogy az iskolában is, vagy a neveltetés a családban, ugye a keresztény értékrendet képviseljük, és a családi szeretetet is, amiben nevelkedtünk, azt adjuk át, hogyha baj van, segíteni kell, akkor szerintem elsőként ott vagyunk, és segítünk bárkin. És tényleg ez, ahogy mondta Laci, hogy mindenki hozzájuk, én is hozzájuk. Ő hívott, ő volt az első, akkor egyértelmű, hogy csatlakozok, és akkor menjünk és csináljunk. Hát ugye Zsuzsával sok mindenben együtt dolgozunk, tehát hát te is utaltál az elején, hogy nem véletlen valószínű. Tehát, hogy tényleg, hogy az arculatunk, a gondolkodásunk nagyon sok mindenben hasonló, igen. És ugye a politikai tisztség tekintetében Zsuzsája a határon túli kapcsolatok, de az átlag Fehérvárit megkérdeznek, hogy én nekem mi a pozícióm, szerintem 100-ból 99 nem mondja meg, hogy a valóságban én most városfejlesztés tanácsok vagyok. A 99 ember azt mondaná, hogy vagy én is határon túli dolgokkal foglalkozom, vagy pedig a sporttal. Tuti. Igen, tehát az átlag Fehérvári ezt mondja rá. No, Attila, közgyűlés, most már te is több cikluson át ott ülsz. Igen, itt talán a Zsuzsának egy gondolatához kapcsolódnék az elején, akkor azt mondta, hogy mindegyünk székesfehérvári születésű. És... Dehogy nem. És ennek szeretném kiemelni a fontosságát, hogy... Ugye, bár ilyen jellegű végzettségem nincs, ugye, de mindig is érdekelt a társadalom, szociológia, politológia, hogy egy közösségnek a belső élete hogyan alakul, milyen kontrollok működnek, milyen szervező erők az, amik felszínre tudnak jönni, és kiderül, hogy tényleg mindannyian székesfehérvári, és talán, bár ugye nem túl mikro a környezet, tehát egy 100 000-es városban, mikrokörnyezetről, mikrodemokráciára nem nagyon tudunk beszélni, de mégis még jelen tapintható. És jelen van az, hogy amikor az ember képviselő, mondjuk, és találkozik az utcán régi osztálytársai, vagy óvodás társaival, akkor bátran és őszintén a szemükbe tud nézni, és egyébként nagyjából ugyanazt gondoljuk. És ez a dolog akkor bicsaklik meg egy kicsit, amikor nem olyan emberekkel találkozunk, akik régről ismernek minket, hanem egyfajta külső erő és tér és a Facebook és nem tudom a mindenféle média által gerjesztett képet próbálják ránk erőltetni, ami nyilván sikerül is, mert én találkoztam olyan emberrel, akit nem is ismerek, és olyan gyűlölettel volt irántam, hogy utána mentem és megkérdeztem, mert annyira érdekelt, hogy mi váltja ki belőle ezt a dolgot. És aztán kiderült, hogy őszintén megmondva nem tudta megmondani. Csak egyszerűen megszűnt az a mikrokörnyezet, amikor mindenki ismer mindenkit, és nem lehet mindenkire bármit mondani. Mert ugye ismeri, és egyébként ha ismeri, azért rossz szándékkal nem mond az ember rosszat a másikra.
hogyha nem igaz. Ha igaz, akkor azt el kell mondani nyilván, de a hazugságok és azok, amit itt az előbbi gondolatomban elemeztem, vagy próbáltam kifejteni, hogy ami elveszi az ember jókedvét, mert alapvetően mi is jókedvűek vagyunk mindig, az egy kis időre az, amikor egy ilyennel találkozunk. Ez nagyon rossz dolog egyébként. És az úgy eszembe jutott, hogyha most kérdeznék meg, hogy lennék-e képviselője Palotaváros Északnak, hát... Lennél. Persze a vége mindig valószínű az, hogy lennék, mert ki másra nem én. És én akkor valahogy így fogalmaztam meg, hogyha egy embert le tudok szorítani a robogó vonatról, aki a büfékocsiba akar az utazás során tartózkodni, akkor én már elértem a célomat, de nyilván ennél azért többet is sikerült. A város... Pedig én szeretek a büfékocsiba venni. Jó, de azért kell pakolni a szenet is. Tehát, hogy a vonat robogjon, ki kell bányásznunk a szenet, erőforrásokat kell találnunk, azt meg kell pakolni, a piros lámpánál meg kell állni, amikor zöld, akkor meg tolni kell és csinálni, mert soha nem tudhatjuk, hogy a következő nap mit hoz. Olyan értelemben, hogy lesz-e időn befejezni, lesz-e olyan politikai vagy olyan közéleti hangulat, ami lehetővé teszi? Vagy jön egy vírus, egy Isten. Nem akartam ennyire konkretizálni, de így van. Tehát a vírusra gondoltam, vagy a háborús helyzetre, vagy egy olyan gazdasági válságra, vagy az inflációra, ami egyébként előre nem igazán lehetett látni. De mégis egy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a város 12 éve sikeres, és akkor már megint politizálunk, sikeres folyamata akár meg is torpanhat, csak abból kifolyólag, hogy egy világ gazdasági trend átgyűrűzik hozzánk. Ugye ez egy régi mondás volt, ugye mindig, nyilván én is a szocializmusban nőttem fel, és egyszer egy fodrásznál, nyilván én könnyen politizálok, ott az egyik klienssel ott szóba került a politika, és elkezdte mondani, és aztán igen, már engem szapult. És én elnézést kértem tőle, de mondom, uram, engem az a rendszer nevelt ki, ilyenné. Tehát, ha ön engem szíd, akkor gyakorlatilag azt a rendszer szídja, akivel váltunk. Aztán, hogy majd mi milyen rendszert csináltunk, és a mi gyermekeink milyen nevelődnek és lesznek, az majd egy jó kérdés, de az látszik, hogy azért ez a dolog, ez váltód módon. Ez hol ilyen, hol olyan, de hát ettől szép az egész, kicsit nehéz, de hát azért vagyunk itt, hogy ezt... Ez, amit az Attila mondom, hogy ez egy érdekes találkozás sokszor nekem is, hiszen ahogy mondtam, járok foci meccsekre, járok koncertekre, tehát alapvetőleg nálam foci csapatban saját csapattársaim is, ugye, bár most már egyre kevesebbet vagyok a pályán, de ugye 18-20 éves srácok, tehát nagyon sok fiatallal találkozom, hogy bőven a rendszerváltozás után születtek. És nagyon érdekes az, hogy bár nem beszélünk róla, de közelednek a választások, és azért mégiscsak az én esetemben is szóba kerül a közélet és a politika is sokszor, és hogy próbálom őket is megérteni, hogy miért látják teljesen más szemszögből azt a világot, amit én megint csak máshogy látok, tehát ellentétes módon a korosztályos különbségekkel. Tehát hihetetlen ez a generáció, hogy egy 40 éves ember, ma már egy 20 éves, de meg lehet, hogy már 30-at is mondhatnék, de akár 10 év különbséget is. Régebben nem voltak ennyire ezek a zólók ilyen gyorsan változóak, vagy szűkítőek, vagy nem is tudom, hogy mondják, de most gyakorlatilag egy 25 éves ráccal, ha még nagy nehezen meg is tudom érteni magam, akkor egy 15 éves már megint teljesen más, ott már egy 10 évnyi különbség van szinte, tehát ma egy 15 éves teljesen máshogy gondolkozik világról, mint egy 25 éves. És ugye ez hova fog vinni, és ebben nagyon nagy szerepet játszik szerintem, amit az Attila az előbb mondott, hogy akár a mi megítélésünk, akár a világ megítélése, de most mondhatnám akár az ukrán-orosz konfliktus megítélése is, hogy én egyértelműen biztos vagyok benne, hogy itt nincs fekete meg fehér, az egész világ, vagy 80% a világnak most, vagy 80-85% a világnak az egyértelmű most az oroszokat szidja, és jaj, szegény Ukrajna, mi is a jaj, szegény ukrajnai menekülteknek segítünk, de az orosznak, az ukránnak, a magyarnak, a ruszinnak, és nem nagy politikailag nézem. Abszolút nem nagy politikailag nézem, hanem egy helyzet, ami előállt a világba. Tehát, hogy ami gyakorlatilag a közösségi médiában jelenleg zajlik itt a háború kapcsán, és tudom, hogy borzasztó, és ez mindenre igaz, és ugye most, hogy voltam kint a határ túloldalán is, meg amúgy is több határon túlival beszélgettem. Tehát egész egyszerűen a véleményük rémegyszerű, aki kint élt Kárpáten, nézte az orosz tévét,
amíg lehetett, mert ugye betiltották a nagy demokrácia és a sajtószabadság nyelvében, ezt azért jegyezzük meg, megnézte az ukrán tévét, azt mondja, úgyis hazudik mindegyik, ez is hazudik, az is hazudik, de a kettőből majd összerakjuk, hogy körülbelül mi lehet a valóság. Tehát, hogy tényleg annyira az háborús és dezinformációs. Hát az igazság egy van, mondjuk adott témában. Csak annyi sok hazugság áramlik ránk, ugye a hírek tengerébe a hazugság verseny az már hazugsággal. És régen el van felejtve az ember. És egy nő mit lát ilyen helyzetben? Csak az anyákat, csak a gyerekeket, csak a menekülteket. Ilyen politikai szempontból abszolút nem is gondolkodok, mert én egészen más szemszögből láttam ezt a dolgot. Én tényleg kiszolgáltatott menekült embereket látok, és azokon segítünk. És tényleg az, hogy az a két hatalom hogyan csap össze, ez a... nem igazán. Ugye, hogy szokták mondani, hogy egy háború mindig is a nagy politikai érdekeket, nagyhatalmak politikai érdekeit szolgálja, és nekünk mi marad? Csak a fájdalom nőknek, meg a sok veszteség. És ezek, akik érkeznek ide a határunkhoz, ezek teljesen kiszolgáltatott emberek. Ugye első körben megindultak a megélhetési menekültek, de most jönnek azok, akik traumásak, és a háború helyzetből menekülnek, és mindenért hálásak és megköszönik. Nem erőszakosak, nem követelnek, egyszerűen csak túl akarják élni ezt a helyzetet. Azért el lehet képzelni, amikor egy életmunkáját hagyja ott, és van neki 5-10 perc, hogy meneküljön. És a legfontosabb az, hogy a gyereket megfogja, és viszi ki egy édesanyja. Úgyhogy nagyon érdekes helyzetek vannak. Az biztos, hogy másképpen szociálodtak, másképpen használnak különböző dolgokat, nem úgy, mint mi. Mi nagyon jó helyre születtünk, és nagyon jó módban élünk. Szóval el se tudjuk képzelni, hogy itt, ebben a világban vannak olyanok is, ahol nincsen mosdó és nincsen WC, csak kint az udvar végébe vagy bárhol. Úgyhogy nagyon érdekes helyzetek vannak. De már Zsuzsa gondolatát itt is, akkor tovább is viszem. Kint voltam Csapon ugye 10 nappal ezelőtt. Ott a helyi magyar, hangsúlyozom magyar, de még mindig a háború, nagyon hülye hangzik, ha azt most azt mondom, hogy a háború mire volt jó. A háború érdekes módon, mert sose jó egy háború egyértelmű, tehát azt most ugye nagyon idézőjelbe kell mondani, de hogy Magyarországon is egy nagyon szűk réteg, vagy az ország egyharmada, de a nagyon maximumra járhatom, akkor fele tudta az, hogy ott Kárpátalján, Ukrajnában van Kárpáta, és Kárpáten élnek magyarok. Most egy viszonylag többen találkoztak ezzel a történettel, ha valami, akkor ez egy pozitív hozadéka, de tényleg ez egy kicsit furcsán hangzik, grotexül ebben a helyzetben. Na, visszatérve, tehát Csapon a magyar középiskolában. Igen. Voltam. Ott abban a pillanatban, amikor ott jártam, 300 menekült volt ugye folyosókon, a termekbe, mindenhol. És hogy, amit a Zsuzsa mondott, hogy és meg az előző gondolatomra, hogy generációs különbség a 25 éves, a 15 éves. Mi egy kicsit még a szocializmusba szocializálottunk, igen, tehát ott nőttünk föl. Mi azért kicsit még beleszagoltunk, mi az, amikor nem a teljes szabadság, nincs teljes szabadság, meg esetleg még nincs mindenből minden. Talán sokan emlékeznek, az idősebbek a tévében is biztos arra, amikor a Skála parkolóban megérkezett egy Lada, és fölnyitott a csomagtartót, és a banánért sorbáltak az emberek, mert azt nem lehetett venni Magyarországon se. Tehát ezt a fiatalok ma el se tudják képzelni, és vissza most a csapi iskolára. A mai székesfehérvári középiskolás vagy gimnazista szerencsére nem tudja azt megélni, és nem is tudja megtapasztalni, mint én Csapon megtapasztaltam a 300 menekült kapcsán, hogy ott a tornaterem nagyon szép, fölújított, vadonatúj tornaterme van csapi gimnáziumnak, viszont nem jár hozzá öltöző. És ez most visszanyalt a fagyi a menekültek kapcsán. Tehát mikor napokig, hetekig vannak a gimnáziumban a menekültek, és nincsen, csak csap van. Tehát még lezuhanyozni se tudnak. Tehát el se tudjuk képzelni, és a hétköznapokban, a mindennapokban is a gimnazisták ugye 9 órakor bemennek, megcsinálják a tesi órát, jó, leizzadnak, és utána visszaülnek büdösen, úgymond a tornaterembe, vagy az osztályterembe. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes dolgok ezek szerintem. Igen, igen. Az Attila az előbb, amit mondott, hogy a médiumok, hogy mennyire felelősek ezen az álhíreket, meg különböző összejátszott dolgokat, ami nem is a háborús övezetben, hanem valamihol készült, és azt adják le, hogy ez mekkora felelőssége van. Erre szoktam azt mondani, hogy adhok jelleggel politizálni, más háta mögött, más árnyékokban kikúrjangatva politizálni, ez sehová nem vezet. Azért csinálom, mert most ez népszerű. Mert ha mindenki az orosztányt istenesíti, nem istenesítette a kecskét. Szóval óriási nagy felelőssége van ennek a dolognak, hogy ki mit, hogyan, miképpen áll a dolgokhoz. Én úgy gondolom. Picit beszéljünk arról, hogy még jobban megismerhessenek titeket a nézők, hogy hogyan csöppentetek bele egyáltalán ebbe az egész élethelyzetbe, vagy politikába,
És hát most gondolok arra, hogy hogyan lettetek önkormányzati képviselők, de egy picit ugye nyilván vissza kell mennünk. Egy picit ilyen nagyon pici élettörténeteket szeretnék hallani, mert hogy ugye azért mindegyétöknek van azért egy másfajta civil élete is, ha jól tudom, kinek-kinek. Jó, úgyhogy egy picit beszéljünk erről. Menjünk akkor most innen sorba, jó, Laci? Beszélt egész eddig. Kereskedelmi iskolában kezdted, ugye? Hát igen, a kereskedelmi a végzettségem, világéletemben, zsigereimben a kereskedelem volt. Hát, hogyha már egy jó sztorikat akarunk hozni, akkor emlékszem rá, hogy 7 évesen, vagy 6, vagy 7, általános iskola első osztályos voltam egészen biztos, még a régi székesfehérvári piactéren, a nagymamám ugye mindig vitte ki az alsóvárosból a portékáit árulni, és én meg elmentem a vízügyes erdőbe, és ott ibolyát szedtem, és ez is itt van a fejemben, 2 forint volt egy csokor ibolya, a régi magyar 2 forintos, és akkor ott a piacon árultam a mama mellett az ibolyát, tehát a kereskedelmi vén az már 6-7 évesen megmutatkozott, illetve a másik nagyszülőmnek Lovasberényben volt a hétvégi telke, rengeteg málna bokor, meg málna volt, meg nagyon sok gyümölcs, és azzal is ugye mindig mentem sokan ismertek, hogy a Széchenyi utcai, most nem is tudom, Kóp ABC vagy stb. Előtt árulgattam az idős nélik mellett, ilyen 10 pár éves gyerekként, és így sose tudták hol tenni, hogy itt a 60-70 éves nélik mellett mit keresett egy 10 éves gyerek, nem tudom, ugye zsigerénbe volt, ez is ennyeresen jött a kereskedelmi iskola. Amúgy zsaru akartam lenni, tehát nyomozó, csak elbuktam a felvételin, hál' Isten szerencsére szerintem, most már utólag azt mondom, és akkor így a második helyen volt beírva nekem a kereskedelmi, így kerültem a kereskedelmibe. Amúgy ez is jó, mert néha ilyen politikai terepen most bizonyos családi dolgok miatt is megtalálnak így a időközönként, érdekes módon mindig a választásokhoz közeledve, de tök felvállalok bármit, csak kérdezzenek nyugodtan, nem kell találgatni. Tehát a családban nekem a nagypapám üzletvezető volt, több üzletbe is, a nagymamám pénztáros volt a Vízivárosi ABC-be, a nagybátyám jelenleg Belvárosban az egyik patinás üzletbe üzletvezető, úgyhogy azt gondolom a kereskedelem az bennem az volt. Tehát most én arra nem tehetek, hogy politikai tényező is lettem, és közben itt lettek olyan szabályok, ami miatt bizonyos dolgok szűkítve kerültek kiszórásra, és a családban van olyan, aki ebbe érintett. Tehát jelenleg a kereskedelmiből élek mindenképp, azt mondhatom, és hát hogy honnét indult a politikai véna, hát azt gondolom, az előbb említettem, hogy ugye már kiskoromban is mindig ilyen közösségformáló, vagy ilyen vezető szerepbe szoktam kerülni, vagy akarva, vagy akaratlanul is ilyen a személyiségem. És hát így én a politika is érdekelt, 89-90-ben 13-14 évesen a rendszerváltás környékén is kinyilvánítottam nagy jelvénnyel a mellem, mert most nem mondom a párt nevét, de jelenleg is a parlamentben van az a párt, úgyhogy nem nehéz kitalálni. Jelvénnyel a mellkasomon voltam, és mindenki mosolygott rajtam, hogy mi ez, meg stb. És így igazából így beleforogtam ebbe, érdekelt a közélet, 14 évesen el tudtam mondani az akkori magyar kormánynak az összetételét, tehát mindig a történelem, a politika így érdekelt, és hát volt egy időszak, amikor a vállalkozásra, amit elkezdtem, azt hittem, hogy ez hátrébb marad, mert akkor éjjel-nappal dolgoztam, még mások bulisztak, meg haverok is 20 éves voltam, 21-22 éves voltam, már pontosan nem is tudom, és nyár volt, én zöldség-gyümölcsel foglalkoztam, és pont a szezon elindul májusba, tart augusztus vagy szeptemberig, még a barátok buliznak, mentek, én mindenhova, mindig a nagybanira jártam, és ha el is mentem velük valahova, akkor általában ez volt, hogy elaludtam a buliba egy széken, egész egyszer annyira fáradt voltam, de nem bírtam akkor se a fenekemen maradni, és mentem. Tehát így volt egy időszak, amikor azt hittem, hogy elmarad ez a közéleti véna, de aztán visszatértem, úgymond, és ahogy az előbb említettem, pont 20 éves lesz idén az egyesületünk, vagy nem lesz, most már ez most azért az van, hogy egyesületet alapítottál, mert egyrészt nem akartál nagyon politikailag belefolyni, és inkább ilyen szervezet formájában szerettél volna itt Fehérvárért tevékenykedni, és a másik kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy azért, mert esetleg voltak olyan dolgok, amik mondjuk értek téged, és akkor úgy gondoltad, hogy ha te csinálod, akkor másképp lesz? Hú, mert mondhatjuk ezt teljesen nyíltan, ugye 2002-ben alakult meg a válasz, az akkori viszonyokat nézve, az előtte-utána ciklusokat nézve, ugye egy érdekes helyzet volt Magyarországon. Az én szemszögem szerint visszatért a múlt ott egy pár évre, és ez
ez egyrészt sok volt, másik oldalról pedig én rám lehet ragasztani a bélyeget, nincsen gond, én a fehérvári fidelitásba kezdtem le ezt a közeleti tevékenységet, tehát én írtam, majdnem párt fele mentem, és akkor hogy ott miért többek között hozzáteszem a jelenlegi polgármester úrral és a jelenlegi alpolgármester úrral, tehát az alapító tagok között voltam, a 10 alapító tag között voltam az egyik. Azt, hogy én miért távolodtam el, annak az igazi okát úgy kereshetem, de az Attila ezzel kezdte az adást szerintem, hogy sokszor, ha belekerülsz ebbe a közegbe, akkor azt mondanád sokszor, hogy nincs hozzá az egészhez kedved, mert amivel találkozol, az abból eleged lesz hamar. Nem, ezt mondtam. Hát nem, de... Tehát, most a fidelitásról beszélt, de az a közeg az a kapcsán, bocsánat, nehogy összekötve legyen. Tehát maga az, hogy a politika közeget értve, hogy az ember, mikor belelát jobban, a közéleti hangulat, közeget is tekintve, akkor, tehát semmiképp nem a szervezetre gondoltam, igen. Gyakorlatilag az embernek néha elmegy a kedve, és akkor is jobban beleláttam mindenbe egy picit, hogy elkezdtem vele foglalkozni, és akkor volt egy ominózus polgármester választás Fehérváron, és a választásokat 2-3 hónappal itt az akkori polgármester jelöltet, az akkori Fidesz lecsavarta, úgymond kicserélte az embert az utolsó pillanatban, és valahogy ez utolatolat ez maradt meg bennem, hogy úristen, tehát hónapok megy a plakátolás, meg a kampányolás, mert már kim volt mindenhol az akkori aktuális polgármesternek ugye az arca plakátokon, aki újra indult volna, és az utolsó pillanatban ez valamiért lecserélték, és akkor azt mondtam, na nekem nem kell nagy politikai innét kezdve, és akkor én maradok csak helyben, csak Székesfehérvár dolg, és akkor valahogy utána lett ez, hogy én inkább ebbe a civil közegbe képzeltem el magamat. Aztán az élet érdekes fordulatokat hoz néha, de 20 éve rendületlenül ezen a pályán vagyunk. És azért a focit is említsük meg, mert hát ugye a videóton az szívügyed, és hát a szurkolók is. Hát igen, a közéleti tevékenységnek ezt is mondhatnánk, hiszen ott szintén már a 90-es évek, 99-ben kezdte el a videóton baráti kör a gyakorlatilag az életét, de azt megelőzően is már rengeteg ilyen random lakossági civil próbálkozás volt, aminek ugye az élére álltam, hogy nagyon sok minden, aki Frégifehérvári is még a spagetti házba évekig mentek a közösség találkozók, 4 évig én szerveztem 20 éves gyerekként a szurkolóknak az utaztatását, amikor senki ezt nem vállalta föl. Hát ilyen, itt is klasszikus élmények vannak, amikor 5 busznyi emberrel 20x évvel ezelőtt, igen, mentél ott 20 éves gyerekként, és az 5 busznyi emberből, 250 emberből 230 mata állapotban volt, mert Sopronba mentünk osztályozóra, az 20 éves gyerekként koordinálni, hát nem semmi kihívások voltak, de lekopogom, hogy azon az utakon nálunk nem volt soha probléma az utazással, tehát valahogy mindig ez a kommunikációs gesztusok vagy képességgel szerencsém volt szerintem, és az adott közegekben mindig tudtam hatni rá. Vagy amikor azt mondom, hogy ez már téged meghaladott, más stádiumban van, akkor nem, neked kell vezető szerepnek lenni. Ez most tökéletesség az a Red Bull Davis. Tehát ott vagyok, bizonyos vezető tagjaival kapcsolatban vagyok, beszélgetek. Folyamatosan sztoriba egyetlen egy mondat, és akkor... De mondjuk ez éjszaka jó, amikor az ember hull a párat, és az autóban mondja, és te marszol. És gyakorlatilag, tehát ott is akkor az ember hátrábel, és átadja a szerepet másnak. Ennyi, mint ahogy most is átadom a szerepet. Ja. Hát, Zsuzsa, ahogy mondta Laci, hogy ugye ki hol nevelkedett, ugye annak idején azokat az iskolában, azokat a közösségekben, azokat a gyerekeket nagyon gyorsan kiemelték, aki egy jó kis kommunikatív, vagy illetve csapatépítő, vagy egy kicsit úgy tudott bánni a többi társaival, hogy érdemes valamire beosztani. Én is rajvezető, őrsvezető, sok minden voltam. Ezek a személyek csak azok lehettek, akik kiemelkedő tanulmányi eredménye volt. Ugye én kis animás voltam, tanultam, szorgalmas voltam, nagyon sok mindenben az akkori nevelők úgy nyomták is ezt a gyereket, vagy úgy kicsit úgy hátulra kis széllel, na menjél csak, menjél, te ezt meg tudod csinálni, meg te ügyes vagy, meg minden. Ugye ez is döntötte a dolgot. Nagyon korán sajnos ketten maradtunk a nagymamámmal és a húgommal, nagyon gyorsan megváltozott nekünk is a családi életünk. Idős lányként gyorsan át kellett vállalni a családfenntartó szerepet, amennyire lehetett, és 18 éves koromban ismerkedtem meg a férjemmel, aki akkor repülésirányító volt Börgöndön, a Csillagvárosban, és mindig is volt benne egy ilyen kereskedői vénája neki, akkor személyszállító kisiparos volt, azaz taxis, és eléggé széles körű látása volt neki, és úgy elcsábított.
20 éves koromban én, aki ilyen kis enyménes tanuló volt, és tanítónének tanultam, 20 éves koromban zöldségüzletem volt Fehérváron, és úgy, ahogy a Laci mondja, ez a kereskedő élet, vagy ez a véna, fiatalként megcsapja az embert, egy egészen más világba csöppent. Hogyha valaki tudja, mi az, hogy Bosnyák téren, ugye régen akkor ott volt a zöldség nagypiac, és volt úgyis, amikor én is krumplis zsákon aludtam, mert egyszerűen nem volt érdemes hazamenni az üzletbe, mert ugye nyitottam. Ki kellett nyitni, és akkor egész nap ott volt az ember. És az én férjem, akkor még ugye a vőlegényem volt, egyszerűen három helyen dolgozott azért, hogy elinduljunk az életbe, hogy legyen valamink. Idestőve 36 éve vagyunk együtt, 31 éve vagyunk házasságban, ami szerintem egy óriási nagy érték, hogy szinte együtt nőltünk fel, és együtt alkottunk meg mindent, amit elértünk az életbe. Van egy gyönyörű kislányunk, aki tanítónéni, nagyon büszke vagyok rá, nagyon okos, ő is azért egy kicsit szerényebb, ilyen kis visszahúzódós, de megvan a maga esze, hogy olyan miképpen. És hogy lettem képviselő? Ugye mindig is egy bizonyos értékrendet, egy neveltetés alapján neveltek engemet, nagymamám az nagyon vallásos volt. Nekünk is voltak a családban olyan időszakok, hogy mindent elvettek tőlünk, ugye ez a 1948-as évekre gondolok. Újra kellett az embernek építeni magát, a családját. Ez egy identitást adott az egész életbe, hogy milyen értékrendet vallok. És 2002 óta kezdtem egy kicsit ugye a közélethez jobban odafigyelni. Igaz, csak ilyen hátsó emberként, ilyen kis mozgató rúgóként próbáltam úgy segítkezni, és sajnos több képviselőnek a munkáját segítettem, és 2010-ben, amikor dr. Bezzegi Pár elhunyt, akkor kértek fel, hogy legyek a területnek az önkormányzati képviselője. Az biztos, hogy egy komoly beszélgetés volt, a családban leültünk, a konyhába, mert tehát ott van az élet, ott zajlik egy családba, és átbeszéltük, hogy milyen a családunkra, hogyha én képviselő leszek, milyen hatásra lesz a további életünkre. Ugye a férjem vállalkozó, mi fehérvári családoknak adunk megélhetést, őnek is van egy értékrendje, nekem is van egy értékrendem, és úgy elgondoltuk, hogy na akkor mi lesz. És az volt a hála Istennek, hogy én úgy gondolom, egy jó döntés volt. Voltak viták, ezek azok, de hát azért van egy család, hogy ezt megbeszélje otthon, és kiküszöbölje, és hát én úgy gondolom, egy képviselő csak akkor lehet sikeres, hogyha teljesen háta mögött van a család, és támogatja őt, a férje, a gyerekek, de ez kölcsönös, mert ugyanúgy támogatom én is őket bármibe, mint ahogy ők, és az kellett, hogy a lányom nagy legyen, és ne legyen annyira fontos, hogy anya ott legyen, mert ugye anya mi volt? Ugye segítettem a férjemet, segítettem a lányomat, főztem, takarítottam, kertet vezettem, ezt háztartást ide vittem, oda vittem. Aztán ugye egy idő után ugye elgondolkodik az ember, hogy jó, ez egy nőnek a feladata, de azért jó, hogyha te is úgy kiteljesedsz, és talán ez a munka adta meg azt, hogy teljes mértékben kiteljesedek úgy, hogy a családot az ember nem hanyagolja el, hanem úgy felvállalva csinálja ezt a dolgot. Viszont azért ez jár némi, mindegyőtök részéről mondom, hogy így a család mellett azért jár némi plusz idő igénybevétellel sokszor. Igen, mert ugye el kell az embernek, hogy én csak magamról beszélek, ugye, hogy képviselő lettem, ugye te, mint tanárként nem tudod azt megtenni, hogy leadsz egy órát vagy egy anyagot, és akkor elmész közgyűlni, vagy közgyűlésre, vagy ide magamra. Hogy teljesen felelősségteljesen felválasz egy dolgot, nekem azt az én civil szakmámat, azt teljesen félre kellett tenni. És megmaradt a képviselőség, illetve a család. De többet nem lehet felvállalni, mert nem vagy mindenhol 100%-os. És ugye az ember egy bizonyos, vagyis mindig is maximalista voltam, azt szeretek a tükörbe tiszta tekintettel benézni, és azt mondom, hogy megtettem az emberekért mindent, és adtam magamat. Szóval talán azt is lehet mondani, hogy túl maximalista vagyok, vagy lelkiismeretes vagyok. Hát ilyennek nevettek, ilyennek születtem. Ez fontos nagyon. Igen. De hogy egy picit kapcsolódjak hozzátok, nem tudom, ti tudjátok-e rólam, de én nekem is volt kereskedelmi vénám annak idején, mert hogy a... nekem meg a Távirda utcában volt két cipőboltom annak idején, hát még a 2000-es évek, nem is tudom, 6-7 valahogy így.
De nekem meg pont a, inkább, és ezt a tévé mellett csináltam egyébként, csak aztán valahogy így inkább a tévét választottam. Nekem szerintem a kereskedelem egy korosztály nem volt voltunk, vérem. Hogyha akkor valaki abban az időszakban, nem ez a 90-es évek, ugye a 80-as évek, ha nem lovagolta meg a kereskedelmi dolgot, akkor szerintem mindenki. Gyorsan jött, hát, hogy nagyon sokat megért, kellett dolgozni, csak ugye a 2008-as év után fennmaradni azért ez egy kicsit nehéz igen. volt, ugye? No. Akkor az a lehetőség volt, ugye a neppervirág, a zöldséges. Akkor nem voltak a multik, ugye? Nem tehát volt, azt, igen, igen. azt tegyük hozzá, tehát én a klasszikusan más voltak a különbség, igen. hiszen akkor a multik nem voltak, igen, de maga voltam. A magyar vállalkozói szektor is, ugye gyerekcipőbe járt, igen. még mindenki tanult, hogy eszik, igen. vagy isszák, igen. vagy hogyan van, tehát teljesen más. Sztoriként én is árultam a Videoton kapuba a zöldség. Paprikát, paradicsomot, özömlött az ember, de akkora sikere volt neki, hogy akik mentek dolgozni, ott megvették közvetlenül, mindjárt a darabárót, és akkor, ja, élmények voltak. Attila, te magad árultál-e pirotechnikai eszközöket? Hogy egy kicsit elkönyörögjünk. Gondolkodtam, hogy nekem a vége fele fejlődött ki ez a dolog, de hát ha mindenki az is középiskolai éveknél kezdte, akkor azért én is visszamennék oda. Menjünk. Sőt, akár inkább az általános iskolába, sőt, mondhatnám, hogy az óvodába. Jó. Nekem olyan szerencsém volt, hogy én nekünk fémlakótelepen nőttem fel, a gyár mellett, és ott gyakorlatilag mindenki ismert mindenkit. Onnan ugye adott volt a dolog, hogy az entai általános iskola, gyalog jártunk iskolába, nem volt busz, illetve volt busz, csak a lehetőséget nem kaptuk meg édesanyámtól, hogy azt használjuk, tehát sétálva, futva, egymást kergetve, pikpak hazaértünk, tehát azért ez adott egyfajta délutáni elfoglaltságot, jó hangulatot. Aztán sikerült a Ságvári Endre szakközépiskolába felvételt nyerni. Ez a mai Széchenyi. Ez a mai Széchenyi István szakképzési centrum szakgimnáziuma. Szerintem ez most pontosan a hely, prof. Helyes neve. De ugye, hogy miért fontos ez? Ugye Ságváriként kezdtünk, és ugye 90-es években, illetve 90-ben érettségiztünk. 89-ben történt úgymond a rendszerváltás. És ott megkaptuk azt 17-18 éves fiatalok azt a lehetőséget, hogy hát mondjuk innen ebből a távlatból nézve már kicsit naív és bohém gondolat, de mégiscsak megkaptuk a lehetőséget, hogy mi döntsünk arról egy népszavazás, egy helyi népszavazás kapcsán az iskola névadójáról. És hát hogy miként történt a dolog, a lényeg az, hogy Széchenyi István, Gróf Széchenyi István szakközépiskolára nagy többséggel az iskola tanulói megszavazták a névváltoztatást. És hogy ez miért fontos? Mert akkor mi fejlődő szervezetként, illetve kis gondolatainkat a világra nyitottá tevő fiatalok megéreztük azt, hogy a döntés lehetősége, felelőssége. Az, hogy ez előre le volt papírozva, vagy nem, azt nem tudom. De arra nagyon emlékszem, hogy az előző évben és talán a régebbi nézők, illetve talán akik akkor jártak, ugye a 89-ben érettségizőknek volt egy betiltott tablója. Nem tudom, hogy ki hallotta, hogy ki emlékszik erre. Nagyszerű volt a tabló, ugye Fő utcán ennek nagy hagyománya van Székesfehérváron, hogy az összes kirakatba kikerülnek a tablók, és ugye az volt fölírva, hogy a füstbe ment terv. Na és ugye, hogy ezt a tablót, ezt nem lehet a köz elé tenni. Hát ennek dacára azért mégiscsak kikerült, sőt, készült egy videó, és ez arra is tanulság, hogy ami felszínre akar jönni, ezt nagyon elfolytani nem lehet, nem is érdemes. Persze lehet, és vannak rá eszközök, de ez a mi világnézetünkben nem fér bele. Ott az akkori igazgató megpróbálta kordába tartani ezt a dolgot, nem sikerült, de a lehetősége már megvolt a 90-ben érettségizőknek, hogy esetleg döntsenek arról, hogy hogy hívják az iskolát. És szerintem ez is oka lehetett annak, hogy én biztosan ezért választottam közéleti szerepet, illetve azóta is mindig fontosnak tartom, hogy a szavazásra elmenjünk, hiszen az egyén felelőssége az annélkül nem működik a demokrácia. Ezt ott megtanultuk. Aztán kijöttem az iskolából 30-40 társammal együtt, ezt csak azért mondom, hogy most mennyi egy osztálylétszám, meg annyi, akkor mennyi volt. Hogy akkor mi az általános iskolában 42 fővel végeztünk. Manapság azért már sajnos 21 néhány főnél jár egy osztály. És itt is nagy tisztelete gondolok
Braun László, a Barika nénire, aki ott a 42 gyereket úgy rendbe tartotta, ahogy kellett. Az biztos. Tényleg nagyon jó szívvel gondolok rá. Hogy visszatérjek, kijöttünk a szakközépiskolából, érettségiztünk szakmával a kezünkkel, és úgy álltunk ott, mint egy, hát nem azt mondom, hogy egy szerencsétlenség, mert mindenki szerencsésnek érezte magát, éreztük, hogy azért valami itt a világban megváltozott, és meg fog változni, de mégis úgy éreztük, hogy nem értünk semmihez. Én jó magam utána elmentem még egy 2 éves vezetékes távközlésnek műszerész szakmát kitanulni, majd 96-ban én nem zöldségesnek mentem, hanem lehetőséget kapta. Egy unokatestvérem férje úgymond magához vett, és egy céget alapítottam, patikai rendszereknek a szervizelésével foglalkoztunk, és gyakorlatilag ott eldőlt, mert egyébként a Széchenyiben én számítástechnikai műszerészként végeztem, és a cégem is ilyen irányú informatikus szakmát gyakorolom. Aztán a Gábor Dénest elvégeztük, és aztán jött a 2002, amit Laci említett, ugye az sok, hogy az kevés, hogy az, ha mondjuk egy maroknyi csapat jól végzi a munkáját, és azt gondolja, hogy sikeres, hogyha a tömegek és a demokrácia nem így gondolja. Visszajött egy a múlt, sajnos. Hát nyilván az én politikai hozzáállásomat tekintve, ezt most ki is kerülném ezt a kérdéskört, de lényeg, hogy megtapasztalhattuk azt a pár 8 évet. 2006 egyértelműen inspirált, hogy ha valamit tenni szeretnénk, és ez demokratikus eszközökkel, tehát nem mindenféle szélsőséges és radikális módszerrel, hiszen arra itt szükség nincs. Arra a magyar nemzet mindig csúnyán módon ráfaragott, hogy itt bárki nagy forradalmi gondolatokat dédelgetett, mert soha nem lett jó vége. Mindig a legjobbak mentek a vitófára, mindig a legjobbak álltak az első sorba, azok haltak meg a sortüzeknél, és akkor 2006-ban én úgy gondoltam, hogy én segítem azt a csapatot, aminek jelen pillanatban is tagja vagyok, és aztán 2010-ben polgármesterről felkért, hogy vállaljam el Palotaváros Észak képviselőségét. Én azt gondolom, hogy az ott élők megelégedésére. Én mindig azt nézem, hogy a ciklusról ciklusra mennyivel nő a társadalmi támogatottságom, és ezek a dolgok egyébként, amik erőt adnak, mert az első 2 ciklusnál minden ciklus végén 10%-kal nőtt a rám szavazók száma, viszont az utolsónál meg 25%-kal. És pedig az utolsó volt a legdurvább és a legkegyetlenebb kampány az ellenzék részéről, és azért mondtam, hogy miért fontos, hogy helyben élők vállalhassanak. Tudom, hogy ez most egy ilyen kis kizáró dolog lenne, hogy mert nyilván a városban él rengeteg nem Fehérváron született ember, aki elvégzi a munkáját nagyon becsülettel és jól, de mégis amikor a képviselőségről lenne szó, egészen másképp dönt egy olyan ember a saját városáról, aki ott született, mint olyan, aki egyébként nem ott született, hanem csak oda ment. És hogy ő milyen habitust és milyen módszereket vett be, ez szerintem az határozza meg, hogy gyakorlatilag messziről jött, bármit mondhat, bármit csinálhat, senki nem tudja, senki nem ismeri. Én ezt azon túl, hogy nem is tenném meg, nem is tehetem meg. Mert engem itt ismernek, én itt születtem, igen. Nekem meg beregetik a vállamat, megfogják a kezem és megköszönik. Igen. Nem csak azt a munkát, amit ma végzünk, hanem azt, amit elvégeztünk ezelőtt, és hát reményeink szerint majd, amit el kell végezni. Igen. A jövőben is. Van bőven munka. Éppen egyébként most az interjú előtt egy bejáráson voltam a palotavárosi tavaknál, ugye egyrészt ugye az EU-s pályázat folyamán 2020-ban átadhattuk a rekreációs parkot, egy nagyon jól bevált, hiszen mondhatom, hogy mindig tele vannak, az ott élők imádják. Szóval egy apró részlet mindig hiányzott, ugye ott van mi a köznyelv átnevezte Királyok parkjára, de mint kiderült az eredeti tervek szerint 36 évvel ezelőtt, Vojtko Istvánné a Király Park nevet adta a dolognak, és ő volt a motorja ennek az egész néprajzi parknak. Hiányzott a díszkapu. Ugye ez felépült, annó, ugye az idő vasfoga megette, és ezt egyébként most pénteken
ünnepélyesen újra átadjuk a közönségnek. Már fel van állítva, és ennek a bejárására jövök. De amit el akarok mondani, és amit az előbb mondtam, hogy minket úgymond az a rendszer nevelt ilyenné. Tehát aki minket szíd, az azt a rendszer szívja. Annak a rendszernek a tanárait, annak a rendszernek a politikusait, annak a rendszernek a körülményeit. Én egyébként nosztalgiával és jó szívvel gondolok vissza a gyermekkoromra, persze ki nem. És viszont kicsit ijesztő, ami vár ránk, akár a napi politikát tekintve, aktualitásokat nézve, akár a jövő nemzedékét nézve, hogy ők vajon megértik-e azt, hogy a dolgokat meg kell tanulnunk, meg kell őriznünk, és tovább kell adnunk. És az a kapu remek, és én mindig azt mondom, hogy a dolgok nem történnek véletlenül. Tehát 36 év után újra fel, illetve hát nem 36 év, mert körülbelül 5 évig nem állt ez a kapu. Egy barátom segítségével, felajánlásával fel tudtuk újítani, és állíthatom, hogy nagyon szép lett. De lényeg, hogy újra áll a kapu, és azok az emberek, akik ezt akkor megvalósították, 1986-ban, ott állt, ugyan már mindenki nem állhatott, hiszen az idő halad, és itt hagyták földi létüket, de akik ott vannak, azok könnyben lábadt szemmel érzik, hogy egy maradandót alkottak. És hogy ez mennyire veszélyben volt, 86-ban készült el a kapu, a királyok hosszabb idő, 2 év alatt, de 88-ban került a helyére az összes király, és volt olyan terv 95-ben, hogy ez az egész egy más képet kap, és ezek a dolgok pedig eltűnnek. De valahogy mégis az akkori vezetés ezt megőrizte, és nekem, mint önkormányzati képviselőnek, ezt 2013-ban Szent István emlékév kapcsán felújítottuk a szobrokat. A kapu akkor még nem sikerült, de akkor már biztos voltam benne, hogy a lényeg az lesz, hogyha ezt a kaput mi megépítjük, és ezen át is léphetünk. Nem tudom, hogy ez így most illik ide vagy nem, de én azt gondolom, hogy nekem ez mai élmény, tehát muszáj volt megosztanom, és azt kérdezted, hogy, mi újság nálatok, hát ez. Úgyhogy van csomó munka, csináljuk, ezek erőt adnak, nyilván ezek nem kampányidőszakok, már legalábbis nem önkormányzati kampányidőszakok, ilyenkor lehet eredményes munkát végezni. Azért Lacinak talán itt van egy hátrány, hogy nem egyéni képviselő, hanem listáról bekerült, tehát neki úgymond körzeti nincsen, és ezzel nem pejoratív mondom, mert őt gyakorlatilag az egész városból megkereshetik, ahogy minket is megkereshetnek. Igen. De ugye, van előnye is, meg hátránya is, de mind a kettő megvan. Betartjuk azt a szolgálatot, jutott, hogyha hozzám érkezik egy kérés mondjuk Öreghegyről, akkor a megfelelő képviselőhez irányítom a kérdőt, vagy hát a választót, de viszont azért nekünk több dolgunk is van. Viszont ott ki is tudunk teljesedni. Említette az Attila, hogy a körzetbe való munkák, azért egy képviselőnek nagyon sok olyan munkája van, ami nem mindig van a média központjában. Azért ez személyes kontaktok. Ugye nekem is az, hogyha valaki bejelent valami problémát, akkor kimegyek hozzá. És ugye ez mind-mind idő, és én úgy vallom, hogy a személyes kontakt az emberekkel sokkal fontosabb, mert megismernek tégedet, mint képviselő, és te is megismered, mint dőlt. Hát volt olyan néni, aki nem tudta, hogy ki az a Deák Lajosné, és kimentem hozzá, ja, a györe lány. Na, ennyi, és akkor azt mondta, hogy jaj, képviselő azt mondja, hogy maga milyen kedves aranyos, nem is gondoltam volna. Ugye a Deák Lajosné egy bizonyos katójába beteszi az embert, hogy egy idősebb, nem tudom, és akkor kimész, és akkor mondják, hogy úristen, ilyen fiatal, ami... Nem látszik. Képviselőnk, ja, úgyhogy ez, ami nagyon sok munka van ebben, mert az ember nagyon sokat dolgozik, akinek területe van, embereket képvisel, és hát nagyon sok probléma. 2010-ben ugye két körzetet fontak össze, és úgy alakult ki a 11-es választókerület, ahol én vagyok képviselő. Ugye rengeteg közterületem, utam, járdaim vannak, amit fel kell újítani, és iszonyú sok nagy munka, meg sok-sok időt elvisz, meg persze anyagokat is, pénzt is. Ugye ezek nem olyan nagy dolgok, hogyha akármilyen teret építek, vagy valamit, mert az olyan látványosak. De ezek az apró problémák, ez az ott élőknek, az utcában élőknek a mindennapi gondjuk. És ők nagyon szeretik, hogyha megújul az a járdaszakasz, vagy éppen az az útszakasz, mert őt azt érdekli.
úgy van vele, hogy jó, van egy jó tér, van egy jó sportpálya, ez az amaz, de hát én hasrásak, hogyha kilépek az utcára. Képviselő azt mondja, hogy nekem ez a fontos. És ilyen hatalmas nagy területen, nagyon sok, amit említettem, hogy nagyon sok utcajárda van, és hát ez szépen látványosan, de egyre jobban szépül a mi körzetünk is. És én úgy gondolom, hogy azért a lakosságnak a megelégedésére, mert hát közösen találjuk ki a dolgokat velük együtt. Hogyha azért vannak a lakossági forralmak, a fogadóórák, vagy hogy kimegy a helyszínre, a problémás helyszínre a képviselő, és hát közösen alkotjuk meg a munkát, úgyhogy ha kritizálva vagyok, akkor saját magát kritizálja. Én azt a munkát végzem, amit ők szeretnének. Szóval se többet, se kevesebbet, amit megbeszélünk, és közösen gondolkodunk az életünkről. Csak az valósul meg a körzetben. Elszaladt sajnos az időnk, én még tudnálak titeket hallgatni nagyon sokáig, remélem, hogy lesz rá máskor is alkalom. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, meséltetek. Szerintem egy kicsit más vonalban is, más irányból is megismerhettek titeket most a nézők. Vicces dologra most nem volt időnk, de szerintem volt ebben bőven tartalom. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Tegyetek még sokat és dolgozzatok sokat a székesfehérváriakért. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a Nálatok Mizut látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!